1828. május 8-án született Henry Dunant, a Vörös Kereszt megalapítója. Ő volt az, aki kezdeményezte a segélyszervezet megalapítását, melyre az 1859-ben lezajlott Solferino-i csata ösztönözte. Májusban, szerte a világon, ahol Vörös Kereszt működik, világnapi ünnepségeket szerveznek, amikor is megemlékeznek Henry Dunantra, illetve mindazokra az önkéntesekre, akik a Vörös Kereszt munkáját segítik. Itt a Békés megyei szervezetnek a munkája évek óta kimagaslóan jó országos viszonylatban, nem csak a véradás szervezésben, hanem az önkéntesek részt vesznek a szociális rászorulóknak a megsegítésében, az első segélynyújtásban, és ez a munka szervezetten folyik, felkészültek, tehát többnapos gyakorlatok vagy többnapos tevékenységek előzik meg minden egyes tevékenységünket. A Magyar Vörös Kereszt Békés megyei szervezetének világnapi ünnepségére Békés Csabán került sor, melyen olyan önkéntesek vettek részt, akik nagyban segítették a szervezet munkáját. A kitüntetések és az elismerések kiosztása után egy közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel záródott az esemény. Többfajta kitüntetés kerül ilyenkor átadásra. Vannak olyan partnerink, akik ilyenkor kapnak kitüntetést, akik mondjuk az év média támogatója, vagy az év támogatója, és az önkénteseink pedig a munkájuk, az elvégzett munkájuk, vagy egész életút után kapnak különböző típusú kitüntetést. Békés megyéből idén nagyon sok kitüntetett volt, akik az országos ünnepségen is átvettek elismeréseket, és most pedig itt Békés Csabán is kapnak majd ők is egy kis helyi elismerést. A mezőkovácsházi székhelyű Duma Színház vehette át az év támogatója díjat az országos ünnepségen, majd a Békés Csabai rendezvényen is elismeréssel jutalmazták eddigi tevékenységüket. A társulat, a Vörös Keresztes Bázisiskola is társulatként nagy figyelmet fordít arra, hogy a Vörös Kereszt rendezvényein fel tudjanak lépni, így támogatva a szervezetet. Én azt gondolom, hogy mindez ezzel a díjjal nem ért véget, hiszen az ember nem azért dolgozik, és nem azért teszi mindezt, mert arra számít titkon, hogy majd egyszer ezért díjat kap. Ez a díj egy állomás, és egy nagyon fontos elismerés nekünk, de úgy gondolom, hogy a továbbiakban is számított ránk a Vörös Kereszt, és ott leszünk mindig, hogyha hívnak. Duma Zsolt azt is elmondta, hogy továbbra is támogatják majd a Vörös Kereszt munkáját. Többen víradói a szervezetnek, ezek mellett a gyűjtő akciókban is megpróbálnak az élen járni.